talán nehéz is elhinni, hogy minden életnek a forrása maga a nap. És az a tűz, ami a napban folyamatosan lángol. És hogy bármire, amire tekintek, és ami körbevesz engem, az utolsó hangyától kezdve, a virágokon át, a vizen, tulajdonképpen az elemek összes megnyilvánulásán keresztül ebből a napból születik, és a napnak a tüzéből. Valahol mélyen mindenki érzi ezt, hogy benne ott lángol ez az ős robbanás, hogy bármi, ami a világon van, így ő maga is egy ilyen oldhatatlan belső, egy belülről izzó tűzből született. Azt hiszem, hogy amikor gyerekek vagyunk, akkor nagyon élően érezzük azt, hogy ez hogyan lángol, hogyan perzsel, hogyan hajt bennünket, és ennek a tűze visz előre, jobbra-balra, rohangálunk fel alá, aztán valahogy az idő múlásával, mintha megfáradna, mintha hamvadna bennünk ez a láng, és talán egészen öreg korunkra ki is alszik egészen. Valószínűleg, amikor megfeledkezünk erről a tűzről, akkor ér bennünket utol talán a meghalás, ami persze visszaolvadás ebből az eredendő forrásba. Én azt hiszem, hogy minden emberben él az az ős emlékezés, hogy mi is ez a tűz. Csak a világnak a körforgásában, abban a szanszárikus létforgatagban, ami napi szinten hajt bennünket előre és előre, napról napra, óráról órára, percről percre, másodpercről másodpercre, és a sürgés forgás, tevés-vevés, jövés világában hajt bennünket előre, tényleg, mint valamiféle igás állatot, aki egy láthatatlan tengely körül csak körbe-körbe-körbe szaladgál, egy ilyen láthatatlan terhet cipelve a hátán. Ez elfeledteti velünk ezt a ős emlékezést, ezt a belülről izzó tüzet. Valahol minden ember életfeladata az, hogy végig menjen egy ilyen cikluson. Megszülettünk, emlékszünk rá, és az életünk egy bizonyos pontján elfeledkezünk a valódi természetünkről, és ezt a valódi természetünket keressük, általában külső dolgokban, az önmegvalósítás legkülönbözőbb szerepeiben, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek, mi az a szerep, amelyet vállalok, mivé akarok lenni, mivé tudok lenni a világban, és nagyon sokan talán egy életen át nem találják azt a külső szerepet, amivé válniuk kellene. Nagy valószínűséggel azért nem, mert nem szerepekben kell az önmegvalósítást keresni, hanem önmagunk belső valóságában, amihez meg kell tanulni ezt a befelé fordulást. De hogy hogyan, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nem jó, ringi, jó, nem jó, ringi, jó.
világ az körforgás. Körforgás, ami napról napra, percről percre, pillanatról pillanatra zajlik, és ebben a körforgásban minden születik, fennáll, és meg is hal, elpusztul, eltűnik. A Buddha úgy fogalmazta ezt meg az egyik tanításában, hogy minden, ami keletkezik, az el is múlik. Ha ezt elfogadjuk, hogy a világ egy ilyen folyamatos változásban van, akkor egy egészen másfajta hozzáállás alakulhat ki bennünk az élethez. Ha tudjuk azt, hogy minden, ami most adott, ami most van, az szükségszerűen meg is szűnik és el is múlik. Ebben nincs semmiféle rossz alapvetően. Bár a Buddha alaptanítása szerint a létforgatag az szenvedés telivé válik mindazon emberek számára, akik a változás ellenében az állandóságot keresik. És azt gondolják, hogy az életüket megtarthatják maguknak, illetve minden, amit az életükben megszereznek, amit a magukénak gondolnak, az tényleg az övéké lehet egészen. Miközben nincs igazi lehetőség az embernek megtartani semmit. Egy szerepet sem. Minden, ami létezik, tudható, hogy el fog a világ egy pontján pusztulni, meg fog szűnni létezni, de ez nem fájdalmas, és ez nem szükségszerűen szül valamiféle keserűséget, vagy közömbösséget a világ dolga iránt, sőt, ez az állandótlanság hegyezi ki úgy a dolgokat, hogy minden pillanatnak hihetetlen jelentőség teljes súlya van. Az, hogy valaki buddhista tanító, az nem ebből látszik, nem ebből adódik, hogy ennek a formai megjelenését valaki magára ölti. Persze, nagyon fontos, hogy magára öltse bizonyos helyzetekben, bizonyos kontextusban, mert van egy jel értéke. Annak a felismerése, hogy az emberi létállapot nagyon sokféle lehet, annak megfelelően, hogy tudati szinten hogy állunk hozzá, az egy óriási felismerés. Senkit nem determinál, senkit nem előre nem írja meg a sorsát, hogy ezzel a létállapottal mit kezd, hogy mit tud belőle kibontakoztatni. Egy biztos, hogy ebben a létforgatag világában a szereplés az elkerülhetetlen. Közel 20 éve az, hogy én itt jártam először, itt ebben a buddhista szentélyben, és kerestem azt a tanítást, amelyik számomra utat mutathat önmagam felé. Azt hiszem, amikor valaki buddhista lesz, és a buddhista tanításhoz fordul, akkor minden esetben önmagát keresi. És Buddhának is egyetlen egy rámutató mozdulata van arra, hogy hol találhatod meg te tulajdonképpen önmagadat, egyedül és kizárólag itt. Minden embernek valamilyen formához kell kötnie a megjelenését, legalábbis a világ számára. Nem önmaga számára, a világ számára. Meg kell, hogy jelenjen valamilyen külső formában, ami alapján őt azonosítják, vagy elhelyezik a többiek, a többi ember. Ez a viselet, ez a megjelenési forma egyértelműsíti ebben a kontextusban azt, hogy mit képvisel az a szerep. És ezen a szerepen keresztül az a gondolatmenet, amit képvisel az, aki ebbe a helyzetbe helyezi magát. Mindenki és minden ebben a világban egymás tükrében ilyen vagy olyan. Egymásnak a szemében látjuk saját magunkat, és egymás szemében láttatjuk is magunkat, és valamilyen szerepet vállalunk. De nagyon fontos, hogy tudja, hogy ez csak egy szerep ugyanúgy. Egy szerep, amelyet ő betölt a világ rendjében, amiben persze hatalmas felelősség van. Ezeket a szerepeket tehát nem baj, hogy magunkra vesszük, csak arra kell figyelni, hogy ezek a szerepek, ezek a jelmezek, ezek az árruhák, amelyeket magunkra öltünk, ezeket ne csak felvenni, de letenni is tudjuk. És hogy ezeket a felvett és letett szerepeket, ezeket a maguk helyén kezeljük, hogy lássuk, hogy meddig érvényesek, meddig tartanak, hol kell ezeket valamilyen értelemben meghaladni.
Tehát túllépni. Túllépni a formákon, felismerni, hogy minden forma üresség, és minden üresség lehet formája és hordozója és edénye is annak a belülről izzó tűznek, ami a mi valódi lényegünk. Mi van a jelmezeken túl? Mi van akkor, hogyha ezektől a szerepektől, a szerep személyiségektől, amelyekkel egyébként szívesen azonosítjuk magunkat, ezeket felfüggesztjük, és azt mondjuk, hogy egy pillanatra álljunk meg ennek a körforgásnak a sodrásában, egy pillanatra nézzük meg, hogy mi körül forog mindez. Mi az a tengely, ami körül a forgás zajlik? Mi van a létforgatag mozdulatlan közepén, ami körül játszódik mindez a világjáték, amiben mindnyájan, mint szereplők részt veszünk? Ez a nagy kérdés. Mi van a tengelyben? Mi van a szerepeken túl? Ha úgy tetszik, mi van a világ mögött? Spiritualitás és a lelki életnek a valódi szintere az nem szükségszerűen ez a belső szentély, nem szükségszerűen az a forma világ, ami eszményi ideálokban testesíti meg ezt, hanem az az élet maga, az élet teljes szintere, az élet minden elemével együtt. Nincs szent és profán, nincs világi és szakrális a felébredett ember számára. Az éber ember számára a világ minden pillanata azt a lehetőséget hordozza, hogy abba a legtökéletesebb öntudatra ébredjen, ahol ezt a belső szikrát, a belülről izzó tüzet hordozni tudja, és meg tudja jeleníteni, és ennek a világosságával képes beragyogni bármit és bármilyen helyzetet, amiben találja magát. Gyertek, próbáljátok meg ezt a tüzet minél közelebbre megközelíteni. Nézzétek meg, hogy melyik az a határ, ameddig én még szívesen megyek közel. Érezzétek meg ennek az erejét.
Feladatomnak azt érzem, hogy igenis emlékeztessem az embereket arra, hogy mi az a valódi tűz, ami ott ég mindenkiben. És hát erre rengeteg eszköz van. Vannak kimondottan spirituális hagyományok, vannak belső módszerek, meditációs gyakorlatok, légzésgyakorlatok, amelyek segítenek az elmének, segítenek a tudatnak megfordulni, befele fordulni abba az irányba, ahol ez a belső tűz lángol. Tehát nem a külvilág eseményeibe eltemetkezni, nem az örökös külső történésekre figyelni, hanem megfordítani a tudatnak a folyamát azért, hogy egy ilyen befelé fordulásban, egy befelé figyelésben belenézzen önmaga legbensőbb tereinek a közepébe, ahol lángol ez a tűz. Most tudatosítsátok magatokban azt, hogy az az erő és az a tűz, ami ott ég, ez bennetek is ott van, csak más formában arra vár, hogy megküzdjön ezzel, hogy bizonyos értelemben legyőzze ezt. Van bennünk egy olyan ős tudati principium, egy tiszta tudatosság, ami mindennek a forrása, ami fénytermészetű, amihez leginkább a földi jelenségek között a tűz hasonlít. A tűz, ami ott ég mindenkiben, az a szellemi tiszta fény, amelyik néha felragyog, és amikor ilyen ragyogó pillanataink vannak, akkor azt is mondjuk, hogy hoppá, megvilágosodtam. Hoppá, világosság gyújt az elmémben, mert ráébredtem a valóságra, ráébredtem arra, hogy hogyan vannak a dolgok. Ezért is hívják Buddhát felébredetnek. De magyarosabban mondhatnánk, hogy ráébredetnek. Ráébredt arra, hogy milyen a világ valódi természete. És ő azt mondja, hogy ha erre a ráébredett természetünkre, a saját Buddha természetünkre figyelünk, akkor azt láthatjuk majd, hogy ez az egész világ, ami bennünket körülvesz, ez lángban áll. Minden lángban áll, szerzetesek. Mi minden áll lángban, szerzetesek. Lángban áll a szem. Lángban állnak a jelenségek, lángban áll a látás, lángban állnak a látványok, lángban állnak a látványok okozta érzések, akár kellemesek, akár fájdalmasak, akár sem kellemesek, sem fájdalmasok. És mi gyújtott a lángra? A szenvedélytüze, a haragtüze, a balgaságtüze gyújtott a lángra, a születés, az öregség, a halál, a bánat, a fájdalom, a szenvedés, a szomorúság, a gyötrelem gyújtott a lángra. Mondom nektek. A híres tűzbeszédében azt meséli el, hogy minden, amit látunk, hallunk, ízlelünk, tapintunk, szaglunk, az tulajdonképpen a bennünk égő tűznek a tápláléka. És gyakorlatilag az ember a tapasztalásával, a látásával, hallásával, ízlelésével, az érzékszerzein keresztül felzabálja a világot, elégeti, és minden ennek a bennünk zajló tudati folyamatnak a tápláléka, a világ összes dolga és minden tapasztalási pillanat ezt élteti, ezt a bennünk lángoló tüzet. A világ mögött szerintem ott van egy lényegforma, ott van egy mozdulatlan tengely, ott van az a fajta belülről izzó isteni principium, ott van az a belülről izzó tűz, ott van az a ős erő, mindönk tüze, amelyik hajtja is egyrészt ezt a körforgatagot előre-előre, ami a körforgásnak az erejét adja, ami a késztetéseket szüli, ami a cselekvésre ösztönöz bennünket, de ennél sokkal több is. Egy mozdulatlan mozgató. És amikor valaki meditációs állapotában ezzel találkozik, és rádöbben arra, hogy bennem itt ég, a kozmosz tűze, itt ég ez az őstűz, itt ég bennem a naptűze, és az a nap, amiből keletkezett ez az egész naprendszer, és az összes bolygó, és az összes anyag, és ennek a hője táplálja, ez a hő nem tűnt el, csak valahol az én legbelső, belső világomba, az atomok mélyére rejtve, azokon is túl, mint mindennek alapja ott lángol bennem. És ha mindezektől elfordult, eléri a vágytalanságot. A vágytalanság révén megszabadul,
s a megszabadult tudatára ébred megszabadultan, s felismeri, hogy megszűntek a születések, elérte a tökéletességet, cselekvését befejezte, és nincs többé köze az élethez. Lámpám eloltam, mint aki sohasem ébred fel. Tudnom kell azt, hogy kiben mi világít, igazi vagy hamis fény. És tudnom kell azt is, hogy melyik mire csábít, még ha nem is érteni nevén a sámán. Világéletemben kerestem azokat a módszereket, amelyek megnyithatják a kaput tudatunk mélyébe. Vagy inkább azt mondom, hogy a belső világunk felé. És tényleg oda jutottam, hogy kezdtek megfogni az ónépek, a természeti népek, azok, akik még nem rugaszkodtak el ettől a szerves természeti világtól, ami körbevesz bennünket, és ők hogyan keresik az utat, hogyan keresik a kapcsolatot, hogyan keresik az ajtót, ami ehhez vezet, és ott találtam meg valahol ezeknél az ónépeknél, a természeti népek samanikus kultúráiban azt az ős alapot, azt a szívverést idéző ős révületet, amin keresztül az ember például beléphet ebbe a világba. Felébredni minden pillanatban lehet, hogyha nem kifele figyelek, hanem arra figyelek, hogy az a belső bizonyosság, az a belső szikra, ami bennem van, az mikor és hogyan lobban lángra. Jön a fény, nyugaton megpihen, minden lét elmúlik, s nem múlik semmi. Ennek a legfontosabb üzenete az az, hogy az út felfelé, befelé vezet. És el kell indulni az alvilági folyón,
végig evezve, végig hajózva, egészen addig a zúgóig, amin aztán tényleg egyre mélyebbre és mélyebbre zuhanva a fa tetején érkezünk meg. Ugye érdekes, hogy az út felfelé, lefelé vezet. Befelé önmagad világába, és önmagad belső világában lelheted meg azt a bizonyosságot, azt a fajta belső ős erőt, amelyik minden világok teremtője, ami a maga a tiszta öntudat. És ennek a tiszta öntudatnak a magától ébredő tökéletessége. Amikor dobokat kezünkbe véve a föld szívverését, és természetesen a föld anya szívverését, a saját tápláló anyánk szívverését, aki ezt a testet adta nekünk, akinek a szíve alatt hordott bennünket a világ 9 hónapon át, ennek az ősemlékezéséhez visz vissza ez a mélységes mély eszköz. Nagy kísérlet az, hogy ezt például, megint azt mondom, hogy a létforgatagban élő, sürgőforgó emberekre, vagy embereknek milyen formában lehet megmutatni és hogyan. Azért az a tapasztalatom, hogy amikor ezt megtesszük, vagy megteszem, mert nem egyedül vagyok persze ezzel a világgal, akkor mindenkiben megmozdul. Pontosan az az ős emlékezet, hogy itt valami nagyon primordiális, valami nagyon ősi, a legmélyebb alapokhoz szóló dolog hangzik el. Közösségépítésnek tényleg pszichológiai értelemben a ritus az alapja. Az, hogy valamit közösen egy magasabb eszméért teszünk, és ezáltal szentelődik meg az a közösség. Ma úgy nevezik ezt, hogy pszichorituálé. Minden egyénnek meg kell találnia a saját ritualisztikáját, vallástól függetlenül, ugyanúgy, ahogyan mondjuk az ókorban a színház az alkalmas volt arra, hogy vallási kontextustól függetlenítve jelenítse meg az emberi pszichében zajló konfliktusokat, ezeknek a kibontakozásait, és hát valamiféle megoldásokat hozzon erre, ez ma is így van. Akár a keleti vallási formák, akár a nyugati vallási formák, akár a filozófiák, akár a különböző eszme áramlatok, azok mind-mind formák. Formák, lehetséges megközelítési módjai ugyanannak a lényegnek, ugyanannak a tartalomnak, mint amikor egy prizmán megtörjük a tiszta fényt, és az különböző színekre válik, vörösre, sárgára, kékre, zöldre, és egymás mellett felbontva ott vannak az alapszínek, és nem lehet azt mondani, hogy én csak az egyikkel festek, vagy a másikkal, vagy a harmadikkal, hanem a színeket árnyalni kell, ezeket egymásba kell folyatni, ezeket találkozni kell, ettől válik valóságosá, élővé, színessé a kép, és így vált valahogy élővé, színessé az én világom is.
tényleg azt gondolom, hogy hídépítő szerepben élek, és nem vagyok egyedül ezzel, aki megpróbálja a keleti gondolkodás értékeit és elsősorban szellemi útmutatásait a nyugati ember számára elérhetővé tenni. Van egy ábrázolás, a buddhista létkerék, ami azt mutatja, hogy a halál istene Jáma tartja a kezében a keletkezésnek, a függő keletkezésnek ezt a kerekét, és ebben a hat létbirodalomban minden egyes különböző létformában újjászülethet az ember, megtestesülhet különböző formákban, akár istenként, akár félistenként, akár emberként, állatként, éhes szellemként, vagy pokollakú démonként, a hat világ valamelyikében valamilyen alakot ölt, valamilyen formát. De ami őt hajtja ebben, az alapvetően mégiscsak az, hogy nem ismeri fel önmaga állapotát, nem tudja, hogy ő miért pont ott van, ahol van, mi is az ő feladata, mit kell ott elérnie. Tehát van egy tudatlanság, és ez a tudatlanság szüli tulajdonképpen azt, hogy azt a szerepet, azt a létformát, azt az állapotot, amiben éppen van, abszolútnak és végérvényesen valóságosnak gondolja. Mert nem ismer mást, mert a tudata korlátozott. Létkerék hat létbirodalmában, mindegyikben ott vannak a bódhiszatvák. Ott vannak azok a felébredett tudatosságú lények, akik azért jelennek ott meg, hogy emlékeztessék abban a létbirodalomban élőket, hogy valójában van más létforma is, és van más létbirodalom, és van másfajta szintje a létezésnek. Van a szerepek, van a jelen pillanatban magunkra eszmélt öntudaton kívül másfajta valóság is, vagy a valóságnak egy másfajta vetülete is. És az efelé vezető út, az befelé vezet. Thank you.
Om Aum Vanda Guru Pema Siddhihum. Om Aum Vanda Guru Pema Siddhihum. Om Aum Vanda Guru Pema Siddhihum. Nagyon izgalmas kérdés, hogy a nyugati ember képes-e a keleti önmegvalósítási formákat magáévá tenni, például a buddhista gyakorlást, a buddhista forma gyakorlatokat, a meditációt, a recitációt, a mantrázást, a vallásnak a gyakorlását, vagy ez mind felesleges, csak a filozófiát kell átemelni. A formák vezetnek valahogy egy tradícióhoz, de nem szabad ezekben a formákban megragadni. Buddhista tanítónak egy ilyen vallási környezetben, egy ilyen látszatforma világban, egy ilyen szerepkörben nagyon könnyű lenni. Amikor kilép az ember, leteszi a reverendát, leteszi a csubáját, leteszi a formai megjelenést, és hétköznapi ember látszatát ölti magára, a felébredés tanítását akkor is tovább vinni, azt a lángra lobbant szikrát vinni, mindig, mindenhová magával. A formát, ha úgy tetszik, a híd egyik partján kell, vagy lehet fölvenni, és ahogy Buddha mondta saját tanításáról, hogy a tan, a szellemiségről szóló útmutatás, az csak egy csónak, ami átvisz a folyónak az egyik partjáról a másikra, hogy milyen furcsa lenne, ha valaki a parton járkálva ezt a csónakot továbbra is a hátán cipelni. Tehát hidat kell verni a két világ között, és én nem csak Descartes értelemben, hanem nagyon gyakorlati praxis szintjén két világ polgára vagyok. Tehát amikor én belépek a folyó túlpartján a hétköznapi létforgatag világába, és azokkal az emberekkel találkozom, dolgozom, velük teszek-veszek magam, és akkor nem viszem magammal a buddhista tanítói szerepemet, nem viszem azokat a formagyakorlatokat, nem viszem azt a öltözéket, azt a szerepet magammal, hanem ott tudom hagyni a folyónak azon a partján. És erre a partra lépve, amit viszek magammal, viszont az a belső tűz, az a lényegi esszencia, az a spirituális felismerés, amit viszont ezen a parton állva, egyedül soha nem találhattam volna meg, amelyre itt erről a partról, a világi létforgatag partjáról nézve egyetlen ember sem találhat meg. És igyekszem olyan eszközökkel támogatni ezeket a folyamatokat, ami az embereket emlékezteti az ő valódi természetükre, ami kiemeli a hétköznapiság, a középszerűség, a mindennapok jövés-menéséből, tevés-vevéséből, és emlékezteti őket arra, hogy kicsodák ők valójában. Om Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapatiye Varavaradap Saravajanam Meva Shavaya Swaha. Om Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapatiye Varavaradap Saravajanam Meva Shavaha. Oh,
talán mindenek felett álló őserő az a közvetlen találkozás ezzel a tűzzel. Akkor, amikor egy tűz szertartáson belül, vagy akár csak a tűznek már egy lecsupasztított formájában, parázs formájában az emberek fizikai értelemben is kapcsolatba kerülhetnek ezzel a ős erővel. Ennek a gyakorlati formája az a parázsonjárás, vagy tüzönjárás, tűzjárás különböző változataiban, amikor tényleg minden ember, egy hétköznapi halandó ember levetkőzve ezt a felszínes öntudatát és az ezzel kapcsolatos összes képzetét belelép a tűzbe. Belelép egy 7-800 fokos parázsba, egy parázsból épített szőnyegen végig sétálva, és megtapasztalja azt, hogy sértetlen marad. Ami egy csodával határos és szinte érthetetlen dolog, legalábbis a hétköznapi tudatunk egy lehetetlen küldetésnek, egy hihetetlen, elképzelhetetlen teljesítménynek gondolja ezt, és amikor mégis valaki ezzel szembesül, és valaki ezt végigcsinálja, akkor megtapasztalja azt, hogy a tudatá határai sokkal, de sokkal kiebb vannak, mint valaha is gondolta volna, és hogy ő, aki valójában ő, az nem a teste, az nem ez a külső forma, hogy a valódi döntések, a valódi elhatározások azok sokkal mélyebb belső lelki világban születnek, és hogyha megtanul erre az belső világra figyelni, megtanul önmaga forrásához, alapjához visszatérni, akkor hihetetlennek és lehetetlennek tűnő dolgokra is képes. Thank you.
minden ember saját világának a alfája és omegája, a kezdete és a vége, ő valójában ő a tengelye annak, ami vele történik. Bármilyen esemény, ami a világban őt megérinti, azért egyedül és kizárólag valahol ő felel. A legnagyobb nehézség az, hogy az emberek a létfelejtés állapotában élnek. Tehát elfelejtik ebben a körforgatagban, a körforgásban, hogy ez már egy játék, és véresen komolyan kezdik venni. Mindenki a saját tudati kondíciójának a fogja. És hogy ezen túl lehet lépni, ha felébredünk, és felébredni mindenütt lehet. Én azt gondolom, hogy a spirituális létszemlélettel élőknek nagyon fontos felismerniük azt, hogy ők emberek. És ezt a létformát választották, ebben a létformában léteznek, és az emberi létformának vannak adottságai. És ezeket az adottságokat lehet nagyon-nagyon szeretni, és persze lehet rájuk nagyon-nagyon haragudni, attól függően, hogy az ember ezeknek az adottságoknak az előnyeire vagy a hátrányaira gondol. Valójában a világ az nem egy sötét hely, ott nem szellemi eltompulás van, nincs létfelejtés, csak ennek a hiedelmnek a fogjaiként gondoljuk, hogy ez így van. Az, hogy van egy tudati éberség bennünk, hogy ráébredhetünk a környezetünkre, hogy vannak pillanatok, amikor teljesen tisztán látjuk azt, hogy mi ennek a célja és értelme, ez hihetetlen kegy és hihetetlen lehetőség arra, hogy szellemileg reflektáljunk arra, ami velünk történik. Mit jelent ez tág értelemben? Azt, hogy az emberi életnek több célja és rendeltetése van, mint pusztán születni, élni, meghalni, és közben valamiféle tevésvevéssel tölteni az életidőt, hanem annak abba vetett hit a spirituális létszemlélet, hogy az emberi életnek célja, rendeltetése, és az önmaga jelentőségén túlmutató értelme van. A szenvedést az szüli, hogy valami közénk és a jelen pillanat elfogadása közé türemkedik, hogy azt gondoljuk, hogy lehet valahogyan máshogyan, hogy ne az legyen, ami van, hogy ne abban a szerepben legyek, amiben vagyok, ne ott legyek, ahol vagyok. A jelen pillanatnak az abszolút érvényét elfogadni, hogy csak az van, ami itt és most van számomra. És ez a lehető legtöbb, ami ebben a világban teremtődött, hogy az ősrobbanás minden idő pillanata ide vezetett, hogy legyen ez a pillanat. És ebben a pillanatban felismerni a teljességet, a tökéletességet, az, hogy ez úgy jó, ahogy van. Ez is az éberség, ez is a felébredéshez vezető út egyik legnagyobb felismerése. Mert hogy az út ebből kifelé nem az út végén van, hanem bármelyik időpillanatban, bárhol az úton levés pillanatában, hogyha megszületik az a belátás, hogy amit valójában keresek, amihez fordulnom kell, az itt van bennem, belül és önmagamban. Amit keresek, az a megvilágosodott isteni szikra, az a rendíthetetlen tengely, ami körül forog a létforgatag. Az itt van bennem mindig és mindenkor, és én ezt viszem magammal, bárhová is menjek. Az ember a saját tengelyét, a saját világának ezt a rezdületlen középpontját viszi magával bárhova, és bármilyen szerepben is legyen, önmaga világának egyedül és kizárólag ő a tengelye, semmi más nem lehet. Ha ezt tudja valaki, akkor szeret mindent és mindenkit, akkor megszületik benne az a szeretetteljes együttérzés a világ és a világ dolga iránt, hogy tudja, hogy ez csak ennek a körforgásnak az eleme, minden és mindenki, és minden, ami történik, és ebben nem szükségszerűen van benne a szenvedés. A szenvedés abból születik, hogy az emberek szeretnék, ha a dolgok megállnának, ha a dolgok állandóak lennének, ha a dolgok nem szerepek lennének, hanem örökérvényű dolgok, ha lenne örökérvényűség ebben a világban, de ebben a világban változás van. Változás van, és ez a változás alapvetően jó, szerethető és örömteli. Persze nem mindenki ugyanonnan indul ebben a játékban. Vannak, akik
ha sakhoz hasonlítanám, vezérként születnek, és a vezér az bármilyen irányba, a legkülönbözőbb távolságokba léphet és juthat el a legerősebb minden játékos között, és vannak gyalogosok, akik egyet tudnak lépni, és csak előre. Nincs meg az a szabad mozgásuk, nincs meg az a játék tér, egyszerűen, mert más szerepet vállaltak ebben a játékban. Az, hogy valaki mondjuk a világjáték szerepei közül fontosabb szerepet tölt be, ez abszolút egy relatív kérdés. Mihez képes fontos ez a szerep? Ha azt mondjuk, hogy a megvilágosodott tudatosság szemszögéből nézik azt, hogy mik a fontos szerepek, ez egy teljesen önkényes szempontrendszernek a felállítása. Mindenki a saját szerepét érzi joggal a legfontosabbnak, mert maga számára ott és akkor az a szerep az egyedüli és a valóságos. De megint ebből a mozdulatlan tengelyből nézve, a sakktáblán függetlenül attól, hogy milyen bábok vannak, és milyen sakkbábunk, hogy vezérek, futók, bástyák különböző lehetőségekkel bírnak, máshogyan léphetnek ezen a táblán, ettől még csak sakkbábok. Ettől még ugyanannyira csak ennek a játéknak a résztvevői, és azt a célt szolgálják, hogy egymást segítve, egymást támogatva, közösen összefogva győzelemre jussanak. Hát, amikor erre valaki ráeszmél, és mondhatjuk, hogy ennek a bölcsességnek, vagy ennek a bölcs belátásnak a birtokába jut, akkor valóban elkezdi az életét átrendezni, és ennek a bölcsességnek megfelelően valamilyen szerepet vállalni, ami jobban tükrözi ezeket a felismeréseket. De az, hogy valaki bölcsebb, az valahol azt is sugallja, vagy bölcsebb belátásokkal bír, hogy bizony valószínűleg már régebb óta van itt, ebben a világban, vagy a létforgatagnak ezen a szintjén. Mondjuk, hogy már sok-sok életet leélt, és a sok-sok életnek ezek a bölcs felismerései, belátásai teszik őt mondjuk bölcsebbé. Ami arra is figyelmezteti, hogy igen, lehet, hogy te régebb óta itt vagy, de régebb óta nem is tanultál meg valamit, vagy nem láttál be eléggé. Tudni azt, hogy milyen lehetőségeim vannak, és hogy milyen adottságaim vannak, és ezeket hogyan tudom kibontakoztatni a legjobban. De az ember nem lehet öntelt. Nem lehet öntelt azért, mert ráeszmél arra, hogy igen, a sok gyaloghoz képest én vagyok az egyetlen vezér, vagy a sok gyaloghoz képest én vagyok a kettő futónak az egyike. Ezek csak lehetőségek, ezek relatív különbségek. Ez csak az első lépés annak a felismerése, hogy én miben vagyok esetleg más, miben vannak jobb képességeim, vagy fordítottan, miben vagyok én szerényebb képességű, mint mások, mik a lehetőségeim. Ha vezér vagyok, sose fogok tudni lólépésben lépni. Nem fogom tudni azt, hogy az milyen, az sem, hogy hogyan kell tenni, nem lesz rá lehetőségem, az nem az én játékterem ebben a világban. És ha ezt tudja valaki, akkor azt is tudja, hogy minden ember tökéletesen a helyén van, és pontosan azt a szerepet játsza, amit játszania kell. A győzelem pedig, legalábbis egy buddhista kontextusban, a felébredést jelenti. Az arra való ráébredést, hogy mindnyájan szerepet játszunk, és ezek a szerepek, ezek szabadon választhatók, ezek átmenetiek, ezek nem szabad, hogy ránk nőjenek, hanem arra kell törekednünk, hogy mögé lássunk, hogy mi van ezeknek a szerepeknek a hátterében, mi van mögöttük, mi van ezen túl, mi van a világon túl. Hogy miért csináljuk, miért van ez a világjáték? Hát azért, mert a játék az öröm, öröm és tanulás. És ha tudjuk, hogy mindenki ebben a nagy világjátékban egy szerepet tölt be, akkor azt is tudjuk, hogy azért van ott, és azért csinálja azt, amit csinál, mert egyben tanuló és egyben tanítója másoknak. Minden ember. Minden ember azért van itt, hogy egymás segítse, támogassa, hogy ennek a nagy világjátéknak a végén mindenki győztesként fejezze be ezt a játékot. És minél előbbre tart valaki, annál jobban tudja, hogy annak ellenére, hogy ennyivel előbbre tartok, még mindig nem jutottam el
a végső belátásig, a legmagasabb felébredésig még annál több tanulnivalón van. És így lesz az, hogy minél több belátásra jut valaki, annál jobban tudja, hogy még mennyi, de mennyi mindennek a hiányát élvezi, hogy még mennyi tanulnivalója van. Ha valaki ezt felismeri, akkor azt is tudja, hogy minden ember, akivel találkozik, újabb és újabb lehetőséget hoz elé, hogy tőle tanulja meg pont azt, ami még hiányzik. Ezért van az, hogy én is minden embert, akivel találkozom, a saját tanítómesteremnek gondolok. Shanti.